Neked milyen lenne az életed, hogyha több önfegyelmed lenne? Azon dolgoznál, amit kitűztél magadnak, amit fontosnak tartasz, de időről időre mégis elhanyagolod? Egészségesen étkeznél, rendszeresen edzenél és pihennél, esetleg tanulnál vagy dolgoznál ahelyett, hogy folyamatosan csak a telefonod képernyőjét bámulod? Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mindenképp szükséged van arra, hogy fegyelmezetten állj magadhoz, az idődhöz és az energiádhoz is, ezért ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan fejlesztheted magadat ilyen téren. Viszont mielőtt belekezdünk, szeretném beharangozni az első nyereményjátékomat, amiben a Tömörkönyvek sorozatom legutóbbi részében bemutatott Gen című könyvet nyerhetitek meg. A részleteket később osztom meg, de összesen két könyvet sorsolok majd ki, az egyiket Instagramon, a másikat pedig itt, szóval mindenképp iratkozz fel és kövess be, hogyha nem szeretnél lemaradni róla. Az önfegyelem szerintem nem más, mint az a képesség, hogy a csábítás ellenére azt a lehetőséget választod, ami hosszú távon jó neked és előrébb visz, és nem azt, ami csak pillanatnyi kielégülést ad. Személy szerint én nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, akik magas fokú önfegyelemmel rendelkeztek volna, de az biztos, hogy ez a dolog fejleszthető, és hogy a hatékony emberek egyik legfontosabb közös jellemzője az, hogy nagyon jól egyensúlyban tartják a szórakozásra, és az azokra a dolgokra szánt időt, amelyek később hozzák meg a gyümölcsüket. Az első dolog, amit érdemes tisztázni az önfegyelemmel kapcsolatban az az, hogy ez a képesség ugyanúgy működik, mint bármelyik másik. Hogyha folyamatosan használod és gyakorlod, akkor egyre erősödni fog, abban az esetben pedig, ha hanyagolod, akkor szépen lassan elkopik. Mindig van választásod, ami persze az akaraterőd függvényében lehet könnyebb és nehezebb is, de a lényeg, hogy csak te felelsz azért, hogy mivel töltöd az idődet. Az akaraterő és az önfegyelem egyébként kéz a kézben járnak, és ha jól csinálod, akkor idővel azt veszed majd észre, hogy egyre könnyebb lesz a dolgod ezen a területen is. Ez felgyorsíthatod például azzal, hogy automatizálsz bizonyos döntéseket, ugyanis felfoghatatlan, de napi szinten akár több ezer döntést is meghozhatsz. A helyzet az, hogy ezek közül mindegyik megcsapolja az akaraterődet, de az automatizálással kicsit ennyit tetsz ezen a jelenségen. Még az is döntésnek számít, hogy veszel-e magadnak egy szelet csokit vagy nem, szóval írd magadnak egy listát azokról a dolgokról, amiket automatikusan szeretnél elkerülni, és tartsd be azt, amit leírsz. Például azt, hogy tejcsoki helyett étcsokit veszel, vagy rákcsa helyett gyümölcsöt, vagy hogy a meki helyett inkább otthon készítesz magadnak valamit, és hogy lefekvés előtt egy órával, telefonozás helyett inkább olvasol néhány oldalt abból a könyvből, amire sosincs időd. Az automatizálás mellett pedig nagyon hasznos, ha az esti órákban megtervezed a következő napodat, és így egy csomó döntés nem a következő napi akaraterődet csökkenti, hanem az aznap esti maradékot. Az önfegyelem fejlesztésének egyik legjobb módja, ha elkezdesz egészségesebben élni, vagyis úgy rendezed az alapszükségleteidet, ahogy az a szervezetednek a legjobb. Ez azt jelenti, hogy elég időt fordítasz a mozgásra, hogy alszol rendesen, és hogy nem hulladékot eszel, hanem olyan ételt fogyasztasz, ami valóban táplál, és biztosítja számodra az összes szükséges tápanyagot, ami ahhoz kell, hogy a szervezeted a leghatékonyabban tudjon működni. Ide tartozik az is, hogy kevesebb időt töltesz olyan emberekkel, akik csak vissza akarnak húzni. Inkább koncentrálj azokra, akik megértenek és segítenek. Ezzel egy időben sokat számít, hogyha egészséges mértékre csökkented az azokra a dolgokra szánt időt, amelyek különösebb energia befektetés nélkül instant kielégülést hoznak. Ilyen a töménytelen édesség, a gyors kaja, az alkohol, a drogok, a közösségi média és természetesen a pornó is. Sokan ide sorolják a videójátékokat is, de ott is nagyon fontos, hogy melyik kategóriáról van szó. Az valóban nem mindegy, hogy olyan játékkal játszol, ami értéket ad, vagy olyannal, ami csak időt és pénzt veszel tőled, és függőséget okoz. Amellett, hogy ezeket a dolgokat elhagyod, rengeteget dobhat az önfegyelmeden, hogyha a napod során rendszerint a kevésbé kényelmes megoldást választod. Például liftezés helyett azt, hogy a lépcsőn mész, vagy hogy reggelente a plusz fél óra szundi helyett kikelsz az ágyból, és átmozgatod magadat, olvasol, vagy csak jobban felkészülsz a napodra. Az egyik legkényelmetlenebb dolog a hideg zuhany, szóval ezt is megéri megfontolnod, mert egyébként rengeteg előnye van, főleg sportolás után. Sokan pedig semmi pénzért nem próbálnák ki a meditációt, mert nem képesek egy helyben ülni néhány percen keresztül, pedig ez az egyik leghasznosabb gyakorlat az önfegyelem fejlesztésére, és pont az ilyen embereknek lenne szükségük a legjobban arra, hogy egy kicsit meg tudjanak állni. Ezekkel a döntésekkel egyrészt arra kondicionálod magadat, hogy nem mindig a legkönnyebb és leggyorsabb út a leghasznosabb számodra, másrészt pedig arra, hogy mindig dönthetsz. Hogyha pedig elég hosszú időn keresztül csinálsz valamit, akkor idővel szokássá válik, és így nem használsz el rá annyi akaraterőt. Ezért nem fáradsz le például a fogmosás, hogyha egész életedben rendszeresen csinálod. Persze az új szokások kiépítése nagyon kemény meló tud lenni, és pont emiatt előfordulhat, hogy kicsit visszaesel.
Hogyha ez történik, akkor ne legyél túl kemény magaddal, mert az önmarcangolásnak semmi értelme. Tegyél meg mindent, hogy később ne csúsz vissza, de tudd, hogy nem vagy selejt amiatt, hogy ilyesmi történt. Mindenkivel előfordul, és csak akkor lesz baj belőle, hogyha hagyod, hogy egy hiba teljesen eltántorítson a változtatástól. Csökkentheted a visszaesés esélyét azzal, hogyha leírod, hogy min akarsz változtatni, és konkretizálod, illetve személyessé is teszed a dolgot. Ezt úgy értem, hogy például az, hogy kevesebb alkoholt szeretnél fogyasztani, nem úgy írod le magadnak, hogy kevesebbet inni, hanem úgy, hogy megtanulni, hogy hogyan érezhetem jól magamat alkohol nélkül is, illetve elérni, hogy ne fogyasszak többet X mennyiségnél heti szinten. Vagy például, ha edzeni akarsz, akkor ne azt írd le, hogy kipattintani magam, hanem azt, hogy miért szeretnéd ezt, és milyen lépésekre van ehhez szükséged. Az a lényeg, hogy ne csak hangzatos célokat tűz ki magad elé, hanem keresd meg a személyes motivációdat a dologban, és bontsd le a célodat észszerű, kis lépésekre, amelyeken végig haladhatsz. Ja, és bármit csinálsz, megéri naplót írnod róla, mert hogyha dokumentálod, akkor sokkal jobban áttekintheted a haladásodat. Az önfigyelmet fejlesztésekor nagyon fontos, hogy ne várd el magadtól, hogy egy nap alatt megváltod a világot, és rendbe teszed az életed összes területét. Hogyha apránként haladsz, akkor sokkal hamarabb célba érsz, mintha hirtelen, ezer új dologra kezdesz el figyelni. Ha túltolod, akkor csak elfáradsz és még jobban bele fogsz süllyedni abba, amiben okkal nem érzed jól magadat. Annak érdekében, hogy ezt elkerüld, állíts fontossági sorrendbe azokat a dolgokat, amiken változtatni akarsz, és csak akkor kezdj új dologba, hogyha az előző változtatás mögé már felépítettél egy szokást, ami csökkenti a visszaesés esélyét. Hogyha pedig még nem láttad a Lényeglátás című könyvről szóló videómat, akkor nézd meg, mielőtt kitalálod a sorrendet, mert nekem ebben rengeteget segített ez a könyv. Itt láthatod az előző heti nyertes kommentet, amit azért választottam ki, mert rengeteg olyan értéket tartalmaz, amelyek egyre inkább háttérbe szorulnak. A többi kommentet látva pedig nagy öröm volt olvasni, hogy sokan hasonlóan gondolkodtak a szabadidőtökről. Hogyha te is szeretnél kommentnyertes lenni, akkor válaszolj a heti kérdésre, ami az, hogy neked mi az első dolog, amin változtatni fogsz, hogy fejlesz az önfegyelmeden, és miért azt választod. Amennyiben hasznosnak találod a videót, és a többiről sem szeretnél lemaradni, akkor mindenképp fontold meg a feliratkozást, mivel minden héten újat töltök fel. Ezen kívül pedig kövess be Instagramon, mert ott napi szinten osztok meg olyan tartalmat, ami segíthet az önfegyelmed építésében. A többi platformon is megtalálsz, amit itt látsz, de időszűkében Instán és YouTube-on vagyok a legaktívabb. Köszönöm, hogy rám szántad az idődet, és kitartást az önfegyelmet fejlesztéséhez. Szia!